Győzelemmel zárta a Fortuna Liga utolsó hazai mérkőzését a Dac. A Dunaszerdahelyi klub a tabella második helyén álló Zsolna csapatára mért 2-0-ás vereséget. A sárga-kékek győzelmének közel 6000 szurkoló örülhetett. Szerintem mindenkinek egy ilyen presztízs meccs volt, főleg azért a Zsolna egy komoly ellenfél, még ha most eléggé gyengült a keretük, de szerintem ez mindenkinek nagyon sokat jelentett. Így akartunk elbúcsúzni a szurkolóktól. Úgy gondolom, hogy lehetett volna még nagyobb aránya a győzelem, de mondom, legyen elég most egyelőre. Séfer András szerint a szurkolók lelkesedése mindig nagyon sokat hozzátesz a hazai meccsekhez. Ezért örült, hogy a koronavírus járvány lassulásával legalább egy részük visszatérhetett a MOL Arénába. A Dac nehéz időszakon van túl. Tavasszal több edzőváltás, majd a járvány miatti leállás után kell a csapatnak 100%-osat nyújtani a pályán. A szlovák kupa döntő nem jött össze a sárga kékeknek, de a bajnokság ezüstérméről még nem mondtak le. Nem könnyű a játékosoknak, ezért minden tisztelet nekik, hiszen megint meg kellett szokni egy új edzőt, egy új stílust, ami teljesen más volt, mint az előző. Úgyhogy én azt gondolom, hogy le a kalap előttük, nehéz volt az időszak, sok mérkőzés volt, kupa mérkőzés, sajnos az mindenkinek fájó pont, hogy a kupa döntőben nem tudtunk bejutni, de most remélem, hogy jövő hétvégén pedig revansot tudunk majd venni a Ruzsomberokon, legalább itt a bajnoki mérkőzésen. A hétvégi meccsekkel zárul a szlovák labdarúgó bajnokság. A játékosoknak azonban mindössze egy hetük marad a pihenésre, hiszen augusztus elején már is elkezdődnek a Fortuna Liga őszi fordulói. És hát irány az Európa Liga és a bajnokság, tehát mi a bajnokságban is szeretnénk jól szerepelni, még akár ennél is jobban, ez mindenkinek az elvárása, mi is ezt szeretnénk, ezért dolgozunk, úgyhogy rögtön belecsapunk a munkába. A csapatnál jelenleg sok a sérült játékos. A szakvezetők abban bíznak, hogy az augusztusi bajnokság kezdés Németh Krisztiánnal és Martin Bednárral egyaránt számolhatnak majd. A csapatkapitány szerint idén kevés idő jut a pihenésre, de a lényeg, hogy a bajnokságra egyben legyen a csapat. A családdal szerintem el fogunk menni Balatonra egy pár napra, ott leszünk, kicsit pihenünk, de edzésre biztos, hogy kapunk, úgyhogy ott meg fogom csinálni. Úgyhogy elég szűk az idő, 3 hét felkészülés lesz edzőmeccsekkel, úgyhogy jó állapotba kell kerülni, de most azért egy új csapatot is kell építeni, szerintem, hiszen azért sok játékos sérülése bajlódik, pár játékos elment, úgyhogy remélem, hogy a csapat egymarad, és akkor egy jó idénnyel tudunk szállni majd a jövőre. A Dacnál jelenleg viszont arra koncentrálnak, hogy a hétvégi záró meccsen a maximumot nyújtsák, és megszerezzék a második helyet a Fortuna Liga rájátszásának tabelláján.